Pár héttel ezelőtt jelentette be a köztársasági elnök, hogy április 6-án tartják a választásokat. Azon a napon én valahol Észak-Amerikában fogok autózni, mégpedig olyan helyen, amely távol van a nagykövetségtől. Viszont szavazni akarok. Szeretném kifejezni, hogy érzek, szeretnék felelős magyar állampolgárként döntést hozni, de úgy látom, hogy valójában senkit sem érdekel a szavazatom, másodrangú állampolgár lettem. Alig több mint 100 évvel ezelőtt történt, hogy a híres angliai Epsomi derbin a király leve elé ugrott Emily Davison, hogy így hívja fel a világ figyelmét az egyenlő szavazati jogra. Most, 2014-ben, az Európai Unió egyik tagországában, egy állítólagos demokráciában újra választási diszkriminációról beszélünk. Amennyiben önnek Magyarországon van az állandó lakcíme, de április 6-án külföldön tartózkodik, csak személyesen szavazhat. Viszont ha például Aradon lakik, csak elsétál a legközelebbi postára, s levélben leadja a szavazatát. Egyenlő törvényi bánásmódot szeretnék a saját hazámban. Magyarország polgára vagyok, aki majd viseli a választás pozitív és negatív következményeit. Arra kérem a kormányt, hogy ne fosszon meg a szavazás lehetőségétől se engem, se rajtam kívül még több százezer magyar állampolgárt, akik szintén nem szavazhatnak majd levélben.